Így néz ki a magyar ház látványterve, a közösségi teret a római katolikus plébánia épületére új szintként építik rá. Kárpátalján az első magyar ház Rahón létesül, amely otthonául szolgál mind a város, mind a környék magyarjainak. Ezek a közösségek újra életjelet adnak magukról, külön élettereket szerveznek, akár a Gyertyán-ligeti közösségi központra utalhatunk itt a közelmúltból, és itt a térségnek a földrajzi és társadalmi központjában, itt Rahón örömünkre szolgál, hogy elsőként itt Kárpátalján itt valósul meg a magyar ház, amely, még egyszer jelzem, egy közösség és egy kulturális központja lesz valamennyi itt élő magyarnak és itt a felső-tiszavidéki magyar szorványnak. A háznak a plébániától független bejárata lesz. Helyet kap majd benne egy 100 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, számítógépekkel felszerelt osztályterem, irodahelyiségek a helyi magyar szervezeteknek, valamint két szolgálati lakás is. A magyar háza tervek szerint november elejére készül el.